Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat, a díjam 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a hold látható. Ez jelentheti az anyukáját, vagy az anyai érzelmeket. A hold az utal az éjszakára is. Vagy álmodik rólad, az is lehet, hogy néha vannak álmatlan éjszakái. Amit a hold még jelent, ezek az érzelmek, egy lelki kapcsolat, amikor álmodik és álmodozik rólad. Itt a csillagok szerencsét hoznak, megvan a bizalma, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, amiről ő álmodozik. A második kérdés, hogyan érzi magát? Akkor is, ha vannak bizonyos dolgok nála, ami átláthatatlan, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok, mégis érzi az élet erejét. Ez a medve nem csak az élet erőt jelenti, hanem a belső erőt, a hitét, hogy hisz abban, hogy az álmai megvalósulnak, hogy szerencse lesz. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt a gyermekek utalhatnak a gyermekekre, hogy azokkal is lesz kapcsolat. Viszont ez a kártya még mást is jelent. Egy új kezdetet, vagy az ártatlanságot. És itt ez a kígyó a háttérben jelenti a megújulásokat, mint egy újjászületést. Vagy azt is jelentheti, hogy a háttérben van ugyan egy nő, lehet, hogy a gyermekeknek az anyukája, viszont látható itt ezen a kártyán, hogy ő ártatlan. Mert ő lezárta ezt a kapcsolatot. Ő nem akar ezzel a nővel új kezdetet. Fogad el az ártatlanságát, és akkor a kígyó jelenti a megújulásokat, és van gyógyító ereje is. Mi fűz össze benneteket? Itt látható a hűség. Ő megmarad hűségesen melletted. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!